Igen, én végigjártam az ön által említett tudorokat. Kezdtem a dr. Merkeli Béla professzor úrnál, majd pedig ugye a Müller Ceciliáiknak is megüzentem, és az volt a válasz, hogy amikor még nem volt itt a gép, hogy ez rendkívül jó lenne a kormánynak, és csodálkoztak, hogy ez ennyire olcsó ez a gép, hogy minimum a duplájára számítottak, hogy ez ennyibe kerülne. A dr. Szlávik János urat is megkerestem, és egy dr. Jakab Ferenc professzor urat is, ugye a Pécsi Tudomány Egyetemen. Ők ma a legismertebbek, akik értenek hozzá. Nem lehet, hogy azért utasították vissza, mert nem elég jó a gép? Nem, ugyanis az e-mailekkel rendelkezem, és mind a kettő egész magas fokúra értékelte és dicsérte ezt a gépet, hogy valóban ez a number one gép, de ők az ő hatáskörükben nem tudják azt megoldani, hogy bármelyik kórház is rendeljen ebből, túl azon, hogy valóban ez egy csúcs technológiai gép. Egyebekben pedig kértem a Szlávik urat, hogy mutassuk be együtt tesztelés közben ezt a gépet az ATV Napló című adásában, de ő ezt nem vállalta. Aha. Csak megdiktálta a gépet, és annyit írt, hogy sajnos ő neki ehhez nincs kompetenciája.